Már is jobban fog zúgni a szitógépnek a ventilátorja. Lehet hallani is. Hajtsa a tekeré. Most mást akarok átnézni rajta. Ja, lehet, hogy gyorsabban töltődjön be. Lehet, hogy nagyon sok alkalmazás indul rajta. Ezt ne lehet nézni. Valaki ilyen boot mód. No, GUI boot. Save boot. És akit lehet állítani rajta. Mik amik automatikusan indulnak. Mi nem kapcsoltam nagyon le semmit se le. Ki, hogy 6,6 szekund volt. Hát, kötve hiszem, valósában olyan 4 percig tartott neki, vagy 6-ig, hogy elinduljon egy göböngésző rajta. Nagyon hazudik a számokban. Van eléggé jól tekeri a processzort. Van ilyen felétezés rajta, a diszket is nem kiméri. 96%-on, 100%-on. Pörgeti! Már 80%, 85. Nem tudom, micsoda. Ez ugye a frissítés, valami. Van rajta, most már ilyen ment 9%-ra, 5%-on, de akkor is folyton van az írás, meg az olvasás. Rajta. Visszamegyek az MSI. Koffein van! Bírom azt ott, hogy... Run! Vannak a szervizek! Event log. Ki lehet kapcsolni. Group. If helper, ez kellhet. Témát is. Ki lehet? Itt az az antivírus. Felesleges. Többször mondtam, hogy az agy tudja, hogy miben van a vírus, mert miben nincsen. Ez a Windows Search. Frissítést most még nem kapcsolom ki. Nem ártana. Ennyit kapcsoltam ki nagyjából, amiket én gondoltam. Még többet. Ki lehet? Tudom azt is, hogy hol van ebben a sima kontroll.
panel. Program. És van ilyen, hogy turn off, vagy bekapcsolni, ilyen Windows filterákat, ilyen TCP protokollokat, ilyen principlerek vannak. És vannak, ez lehet, ez az Internet Explorer 11-et kívánom kapcsolni. Yes. Milyenek ezek a média filterek? Fölösleges, van a VLC-re játszó lesz rajta, print to PDF. Az. Ezeket meghagyom még. Sandbox fölöslegesen van. Ja, kettő lett csak. Mert is dolgozik a szájtógép. Na itt lehet, mint a régebbi control panelban. Na, megváltoztatták már az ikonjait. Más ablakok voltak. Most nem itt az udalakon vannak. És már is másik lesz. Van ilyen rigging faults. Akkor hívva vagyok, hogy ne legyen. Ilyen egyszerű volt. Van még. Olyan kicsi segéd. Alkalmazás! Stop!
Jelenlészek a S. Hú, ott oké. Hát jó, régen már. Anti-spy. Ingyenes alkalmazás. Van ilyes verziója, meg van pro verziója is. Ezt az ingyeneset fogom letölteni. Már le is töltődött. Meg is nyitódik! Akkor csináljunk System Restore Pointot. Hát nem akarom. Összeomlik a rendszer, akkor nem az én hibám volt, hanem a Microsoft csinálta gyengén meg. És vannak. Vannak kapcsolva. Tényleg ezeket kikapcsolom. Kösebbet. Kémkedik a Windows 10. Fog. Derülni! Mennyire is lesz. Gyorsabb, meg lassabb a leállítás. Fogok egyet frissíteni rajta, majd újra fogom indítani a szájtógépet. Sokkal több mindenki fog derülni. Szevasztok!